Két nappal ezelőtt hatalmas árvíz pusztított a Fehér megyei Nagyenyeden. A hatóságok szerint jelentős az anyagi kár, de szerencsére emberéletet nem követeltek a megáradt vizek. Az árvíz utáni helyzetképről Lőrinc Helga alpolgármester számol be az Erdélyi Figyelőben, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hogyha egy helyzetképet vázolna nekünk alpolgármester asszony arról, hogy mi is történt két nappal ezelőtt Nagyenyeden, mi volt önöknél? Két nappal ezelőtt szomorú módon gyönyörű kicsi városunk sziréna hangra ébredt, az emberek nagy része arra ébredt, hogy mi meghúzattuk a szirénát. Reggel 4 óra 20 perckor óriási nagy mennyiségű víz, nem szakemberek, hanem a mezőgazdászok által mért ismereteink szerint több mint 100 négyzetméter víz hullott le maximum 2,5 óra alatt. Ez természetesen nem volt kontrollálható, magával vitt fákat, kerteket, kerítéseket, és mindent igazából, ami az útjában volt. A hidakat elárasztotta, megálltak a fák, nem tudott a víz tovább folyni, és emiatt sajnos nagy gondokat okozott a városban. Úgy, ahogy önök is mondták, valóban a legfontosabb az, hogy emberi áldozatot nem követelt, de nagyon-nagyon sok anyagi kárral kell számoljunk. Számokban, pontos számokban gondolom, hogy holnap már fogunk tudni erről is pontosabb adatokat, de azt tudjuk, hogy körülbelül 426 ház volt az autó a vízútjában, ebből minimum 115 valamilyen formában károsult. Volt, ahol a kertekbe ment be a víz, volt, ahol a pincékbe, és szomorú módon volt olyan is, ahol a házat árasztotta el. Elég sok autó került víz alá, de úgy, hogy az autónak 80%-a víz alá került. Mezőgazdasági területek, árterületek kerültek több helyen víz alá. A polgármester asszony, mit tud ilyenkor tenni a hivatal, hogyan tud segíteni a hivatal, akár anyagilag is, kárpótlás gyanánt? Hát ez nagyon érdekes. Az első fázisban azzal tudtunk segíteni, hogy ébresztettük az embereket azért, hogy nehogy bajuk legyen. Ahogy a víz leáradt, folyamatosan próbáltuk tisztítani, főleg a hidakat azért, hogy a víz lefolyhasson. És ezután következett a kárfelmérés, ma már megvolt az a tanácsülésünk, amin eldöntöttük, hogy pénzt különítünk el az anyagi segítségre, tehát minden egyes család, aki kárt szenvedett, valamennyi pénzértékű támogatást fog kapni a tanástól, pénztámogatást fogunk kapni a kormánytól is, és ezt is az emberek felé nyújtjuk. Valószínű, hogy építőanyaggal is fogunk tudni segíteni, munkaerővel segítettünk, ott, ahol öregek voltak főleg, és úgy gondoltuk, hogy nem fognak tudni magukon segíteni, az udvarokat, kerteket takarítani, illetve a továbbiakban meglátjuk azt, hogy az a 3-4 ház, ahol nagy volt a kár, szükség lesz-e kilakoltatásra, és akkor egy darabig, vagy véglegesen valamiféle lakást nyújtani az embereknek azért, hogy ott tudjanak megélni. Értem, tehát akkor implikálódik a hivatal, és mindenképpen az emberek segítségére van. Hadd kérdezzem meg azt is, alpolgármester asszony, nagyon sokunkban felmerült a kérdés, amikor láttuk a nagyenyedi képeket, hogy mi is van Nagyenyed mellett, milyen folyó, tehát egy patakról beszélünk, az Enyed patakról, hogyha jól olvastam, ami már az elmúlt években is okozott fejtörést a hivatalosság. Nem sikerült akár medret szélesíteni? Milyen munkálatokba bocsájtkoztak az elmúlt évek árvizei után, hiszen az elmúlt években is volt már áradás? Igen, sajnos többször érintette a nagy víz Enyedet. Utoljára ezelőtt 10 évvel volt áradás. Az Enyed patak egy kis patakocska, ami időnként sajnos megárad, és ehhez hozzáadódott egy erecske is, amit szabad erdő pataknak nevezünk mi, de nem is patak. Éppen ezelőtt egy órával láttuk utoljára ezt a patakocskát, hát most egy 20 cm átmérőjű vizecske folyik már, hála jó Istennek, és körülbelül 7 méter széles víz folyt le ezelőtt két nappal hajnalba ezen a kis erecskén. Az elmúlt 4 évben tudok egészen pontosan beszámolni arról, hogy folyamatosan mélyítettük a patak medrét, de ez sem lehet ugye a végtelenségig, illetve az elmúlt 3 hétben is konkrétan
teljesen kitakarítottuk körülbelül felét a hosszúságának a patakmedrének, ami Enyed területén folyik végig. Értem, tehát, hogy azért ugye munkálatok zajlottak ott, és próbálkoztak vele, de hát a lezuhanó eső akkora mennyiségű volt, hogy egyszerűen nem bírta el a kiszélesített meder sem azt a mennyiséget. Hadd kérdezzek arra is rá, és ez nagyon fontos, úgy gondolom, a nézők szempontjából, mekkora és milyen felelőssége van a lakosságnak, hiszen a képeket látva láthatja a néző is, hogy óriási szemét mennyiséget sodort ki a víz a szélre, a víz szélére, ami azt jelenti, hogy abba a patakba azért keményen bele volt dobálva minden. Na most itt hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy óriási felelősségünk van nekünk is. Így van, tehát természetesen a hatóságok is felelősök, mindenkinek van kötelessége, de lentről kezdődik mindig. Ha az a rengeteg műanyagüveg, ha a rengeteg szemét, a rengeteg hulladék nem lett volna a patak partján tárolva, vagy benne a patakba, akkor egészen biztosan sokkal könnyebben lefolyt volna a víz. Mindenkinek kötelessége a saját szemetét biztonságosan eldobni. Mi bevezettünk egy szelektív szemétgyűjtési rendszert, Nagyenyed teljes területén, házakban is, tömbházakban is szelektíven gyűjtjük a szemetet, próbáljuk büntetni azokat, akik nem tárolják kellő módon a szemetet. Sajnos ennek ellenére rengeteg szemetet találunk mindenhol a vizek medrén, Enyeden is úgy, mint mindenhol máshol. És ezt nagyon-nagyon fontos lenne elkerülni. Az igazság az, hogy rengeteg fatörmelék, fűzfák jöttek le, ugye tudjuk azt, hogy fűzfát ültetünk a víz szélére, mert megköti a partot, az óriási mennyiségű víz 3-4 méteres átmérő gyökereket hozott le, úgyhogy sajnos tényleg sodort ott is, ahol nem lehetett arra számítani, hogy baj lesz. Igen, ezt mindannyian tudjuk, ugye, hogy a víznek óriási ereje van. Hadd kérdezzek rá arra is, hogy ugye a lakosságot a Ro Alert programmal olyan konkrétan azzal riasztották, de hát éjszaka folyamán, hajnal folyamán történt ez az áradás. Olyankor azért nem feltétlenül van a telefon az ember kezében. Hogyan próbáltak még azért riasztani, vagy milyen eljárással történtek a dolgok? Szirénáztunk, telefonáltunk, megpróbáltunk minden utcában legalább 3, így ez volt a mi stratégiánk, legalább 3 telefonszámot hívni minden utcában, és arra kérni őket, hogy a szomszédjaikat is riasszák. Mondom, a város szirénái többször szóltak, és utána a roalertes ébresztés is volt, és hatékonyan működtek. Volt, ahol már nagyon-nagyon korán, 4:30-kor már kint voltak az emberek az utcán, de 6 órára már mindenki kikerült, aki bajban lehetett. Értem, és akkor így a beszélgetésünk vége fele nyugtassunk meg mindenkit, hogy a helyzet azért most már a normális mederben folyik, ugye, Nagyenyeden, tehát, hogy egy mostani helyzetképet kérnék szépen megnyugtatandó a nézőket. Igen, tehát most a vizek teljesen visszatértek a medrükben, és én úgy gondolom, hogy elég gyorsan mindenkinek sikerült a saját házatáját elrendezni, a hatóságok tisztítják az utcákat, arra kérünk továbbra is mindenkit, hogy a saját portáját takarítsa ki, tegye ki az összegyűlt lerakodást a kapuba, és mi vállaljuk azt, hogy azt összegyűjtjük, elvisszük, és én úgy gondolom, hogy közösen meg fogjuk tudni oldani ezt is. Nagyon szépen köszönjük! Nagyon-nagyon sok magánember, nagyon sok vállalkozó, nagyon sok egyesület mellettünk volt, és nagyon jó volt azt érezni, hogy közösen ilyen nagy bajban is meg tudjuk oldani a dolgokat. És még van időnk egy nagyon rövid kérdésre, rövid válaszra. Az előrejelzések szerint egész Erdélyre sárga kódjelzés van egészen ma éjjelig. Még mindig készenléti állapotban vannak, vagy egyáltalán hogyan kell elképzelni a hivatalt most? Mi teljesen készenléti állapotban vagyunk, kint vannak az embereink az utcán, egész éjjel kint voltak, a múlt éjjel is, a éjszakára is kint lesznek. A helyi időjárás előrejelzés azt mutatja, ha bár sárga kódos előrejelzés van, hogy nagyon kicsi mennyiségű eső lesz, de ettől függetlenül biztosan lesz éber hatóság éjszakára is, aki vigyázni fog arra, hogyha baj van, akkor legalább riasztani tudjon, mert ilyenkor sajnos mást nem igazán lehet tenni. Nagyon szépen köszönöm Lőrinc Helga alpolgármesternek, Nagyenyed alpolgármesterének, hogy bekapcsolt a műsorba, és mindezekről beszélhettünk. Hát nagyon sok sikert, és jöjjön már az a nyár, hogy mindenkinek jó legyen. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, tényleg, adjon a jó Isten mindenkinek szép időt!